Már jóval a megnyitó előtt megtelt élettel a Pinnyédi Művelődési Ház udvara. Elsősorban a gyerekek foglalták el magukat itt a kézműves sátorban. Városrészenként izgalmas programokkal búcsúztatták a nyarat a győriek szombaton. Borkai Zsolt pedig igyekezett mindegyik rendezvényre ellátogatni. Győr polgármestere Pinnyéden beszélt híradónak arról, mennyire fontosak a város számára a különböző közösségek. 13 évvel ezelőtt meghirdettük azt, hogy ebben a városban valóban kialakuljon a lokálpatriotizmus, és kis közösségek és nagy közösségek jöjjenek létre. Ezt tettük mind azért, mert az érezhető, hogy az emberek megismerik egymást, együtt jól érzik magukat, akkor ezért a városért együtt közösen sokat tudunk tenni, és ez jellemző volt az elmúlt 13 évben. Itt most Pinnyéden jelenleg ez a negyedik alkalom, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy látva az összegyűlteket is egyértelmű, hogy ez a közösség már kialakult, és jó az, hogyha egy kicsit szórakozva az önkormányzat hozzájárulásával olyan művészeket tudunk idehozni, a gyerekeknek, családoknak programokat tudunk szervezni, ahol valóban az emberek jól tudják érezni magukat. A pinnyédi nyárbúcsúztató rendezvény fénypontja Csepregi Éva fellépése volt. Kiderült, nagyon sokan szeretik a Neoton Família egykori frontemberét. A városrészben élők rendszerint nagyon várják a nyárbúcsúztatót, de minden közösségi programon aktívan részt vesznek. Ezt a rendezvényt várják az itt élők, hiszen 2014 óta számos változás volt. Ez a környék, egy Pezsgő környék, Sziget, Újváros, Pinnyéd, nagyon sokan költöznek erre a részre. Sokan ilyen keretek között tudják egymást megismerni, és persze jó, nagyon pozitívak a jelzések. Igen, sokan keresik, várják, hogy ezeket az eseményeket megtartjuk, és igen, azt gondolom, hogy a visszajelzések mindenképp azt mutatják, hogy érdemes ezt folytatni, ezt a hagyományt eredő szándékot megőrizni. És énekel, hogy bár idő, ez nem lesz untató. Ez pedig már a Likócsi nyárbúcsúztató. Lagzi Lajcsi és zenekara a színpadon, táncoló emberek a nézőtéren. A színpad mellett felállított légvárakat pedig birtokba vette a gyerekhad, akik akár ezeken az édességes standokon tölthették fel a kimerült energiaraktárakat. De nem csak a fiatalok, az idősebb generáció is jól érezhette magát, itt is, mint minden városrészben, erre is odafigyelhetek a szervezők. A Likócsi Művelődési Ház megújult udvarán sokan férnek el, az utóbbi időszakban akár ezren is ellátogatnak egy-egy rendezvényre, melyekből egyre több van évente. Ezek a színvonalas programok itt is jól működő együttműködés révén jöhetnek létre. 12 évvel ezelőtt kezdtük itt a rendezvény szervezést, akkor még egy kicsit ilyen romosabb épületbe szervezhettük ezt meg, akkor talán 50-80-an voltak. Az elmúlt 10 évben belaktuk ezt az intézményt, hála Isten közben fel is újult. Úgyhogy most már itt a mögöttem látható udvaron valósul ez meg. Itt közel 1000 ember jön már egy ilyen rendezvényre, úgyhogy bátran mondhatjuk, hogy Likócs kulturális központjában vagyunk. Hála az Istennek, évi 4 nagy rendezvényel járulhatunk hozzá a kultúrához. Van egy tavaszköszöntőnk, van egy majárisunk, van egy gyereknapunk és van egy nyárbúcsúztatónk. Az intézmény vezetőjével, Tarabiatné Kovács Hetelkával együttműködve, természetesen az önkormányzattal is. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyszín. Jól esett a hideg sör a kora őszi napsütésben, Kismegyeren is kitettek magukért a szervezők. Zenés-táncos programok egész sorával készültek, de aki csak piknikezni akart, az is egy jó közösségbe csöppenhetett itt a Kölcsei iskola udvarán. Egy nagyon lokálpatriót a közösségért, tehát a városrészét nagyon szerető, óvó, agódó, fejleszteni kívánó közösség van itt Kismegyeren, és hát hagyományosan vannak itt a szervezetek, akik szervezik ezeket a programokat. Jelen esetben a napon hagyományőrzők, akik itt a hagyományőrzéstől kezdődően a közösségi munkát, mindent próbálnak szervezni, és hát ennek apropóján jött létre ez a nyárbúcsúztató. Van benne egy kis önkormányzati támogatás is részemről, és hát szervezik a helyi közösséget tulajdonképpen. Ez az egésznek a mottója. Fontos évfordulót is ünnepeltek szombaton, hiszen Kismegyer 65 éve csatlakozott Győrhöz, ebből az alkalomból emléktáblát is avattak a település részen. Dirigens Tibor szerint a helyiek nagyon kötődnek városrészükhöz, ezért is örülnek az ilyen rendezvényeknek. Kicsit túlzásnak tűnik, de elvárják. Tehát nagyon oda vannak, még hangsúlyozom még egyszer, nagyon oda vannak a város részükért, és hát nagyon várják is ezeket a rendezvényeket, hát van rá igény egyértelműen, és hát ők meg nagyon lelkesek, önerőt is
próbálnak mozgatni erre a rendezvényre, tehát a saját erejüket, idejüket, esetleg vagyoni, pénzügyi dolgait is kérve beleftettek ebbe a rendezvénybe. Méltó módon búcsúzott a győri városrészekben a nyár, de programokban az ősszel sem lesz hiány.